Viszonylag hosszú téli szünetet követően kezdte el a felkészülést a tavaszi folytatásra a Nyírbátori együttes, mégpedig megfogyatkozva, mivel, mint azt már sejteni lehetett, Vasas György krónikus válsérülése miatt befejezte játékos pályafutását. Pótlására nem érkezett senki, így a saját nevelési fiatalok juthatnak majd nagyobb szerephez a bajnokság második felében. Ilyen későn még soha nem kezdtük a felkészülést, hiszen az iskola, ugye tudjuk, hogy a meghosszabbított téli szünet miatt később nyitott ki, így mi sem tudtunk edzeni. Illetve hát otthoni feladatokat adott ki Falcsik Miklós edző a játékosoknak, amit különböző applikációk, ezek többnyire futás, kondicionális edzések, amit különböző applikációkkal vissza is tudtak igazolni az elvégzett feladatokat. Így január 9-én tudtunk elkezdeni készülni, amikor az iskola szezon beindult. 7 edzőmérkőzés lett a felkészülés során betervezve, amiből 4-et le is játszottunk. Az előttünk álló 3 mérkőzés az még előttünk van, ami csütörtökön Kisvárdán folytatódik, illetve pénteken az Újfehértóval hazai pályán, illetve a következő héten Fehérgyarmaton fogjuk befejezni, és rá egy hét múlva kezdődik a bajnokság. A Nyírbátor, a Mezőkövesd és a DVTK mögött a 3. helyen várja a folytatást. Bár a riválisok erősítettek a szünetben, a bátoriak szeretnék megőrizni dobogós pozíciójukat. A szerencsés, hogy az őszhöz képest tavasszal egy mérkőzést se többet játszunk hazai pályán, de el kell, hogy mondjam, hogy ugye a Mezőkövesdet nem kell külön ecsetelni, a Diósgyőr is erősödött a téli szünet folyamán, az Acélvárosról nem beszélve, aki szlovák volt válogatott játékossal is erősített. Úgyhogy a célunk az, hogy megpróbáljuk megtartani a dobogós helyünket, de ez egy óriási bravúr lenne, de erre fogunk törekedni. Mint a szakágvezető elmondta, a tavaszi meccseken is számítanak egyre népesebb szurkolótáboruk támogatására. Nagyon örülök neki, hogy az őszi mérkőzéseken egyre nagyobb számban jöttek el szurkolók, ezt gondolom annak is köszönhető. Hát azért az elmúlt 2 szezon bajnokának a mérkőzéseit rejönnek, de véleményem szerint az is hozzájárult ehhez, hogy egyre több hazai fiatal kap, ha még csak részlegesen is, de egyre több lehetőséget, és valóban jó hangulatot teremtenek a pálya körül, illetve hát minden mérkőzésnek a savaborsát a közönség is jelenti, ezért a tavaszi szezonban is számítunk rájuk, lelkes szurkolásukra, és várjuk őket. A Nyírbátor a tavaszi nyitófordulóban február 18-án Tiszavasváriban lép pályára, majd egy héttel később az első hazai meccsen a Deac 2 lesz Falcsik Miklós csapatának ellenfele.